kap. Skribek jól játsza meg, Mezei felpördíti, 16-oson belül a lehetőség, Pisti Tellének kell nagyot védeni. Nagyon szép támadás volt, Papp Kristóf lövését védte a kapus. Tehát figyelmeztetett, hogy szerénynek kell maradni és a földön maradni, mert ez még csak egy győzelem, mire adásul egy késő hatodikra sikerült a csapatnak a bajnokságban, ugye egy meccset a Mezőkövesd még nem játszott a Ferencváros elleni hazait. Hoppá, jó kis lövés Pisitelli. Osvát tűzte rá váratlanul. Beke. Skribek. Könnyedén választották el a labdától. Szabó János viszont visszatámad, remekül olvasta a játékot. Skribek, és ebből így helyzet lehet. Talán a kapufát is érintve. Hagyja el a labda a pályát. Lenzsér. Ajaj, hagyja, hogy meglepjék. Vajda viheti el a labdát. És megszerzi a vezetést a Mezőkövesd. Jó formán a semmiből, de egy nagyon okos, agresszív helyzet felismeréssel szerzi meg a vezetést a Kövesd. Itt bizonytalanul veszi át a labdát Lenzsér, nem teszi időben hátra. Vajda pedig lendületből érkezik. Teljesen szabályosan viszi el. Végig nyargal, és finom mozdulattal, ballábbal elpördíti a kapus fölött. Az kapitális hiba volt Lenzsértől, utána már piros lapot érően sem tud javítani. Megpróbálta lerántani Vajdát, de nem ment. Jó lövés, óriási kapufa! Babunski. Szappanos! Nagyon nagy ott a sűrűség, ahol gurigázni szerettek volna a paksiak. Szabó, így jó, Mezei, fölé! Vajda. Beindult és visszakapja Vajda. Ez a szerencséje is van még. És egy jó lövés, Szappanos! Csodálatos jelenetsor. Windecker, Síje, szépen nyitottak neki helyet. Windecker, felpörgő labda, még egyel tovább, Haraszti érkezik, bele a blokkba, Papp Kristóf, kapufa, és a kipattan a gól! Böde a bal térdével! Felpörgő labda tovább középre, itt egy nagy blokk a Mezőkövesdiektől, a kapufa segít Pisitellinek. De Böde, ahogy olyan sokszor az elmúlt 450 mérkőzésen, ezúttal is jókor, jó helyen és jó megoldással. Böde. Messziről Pisitelli. Cseri Lenzsér párharc. Brtan. Még egyel tovább. Dražić. Ballábbal. Szappanos! Mekkora védés ez is! Haraszti. Most a rövidre. Megcsúsztatják. És bent van! Nagyon sokszor hangsúlyozták a Mezőkövesdiek, hogy bizony a pontrúgásokkal vigyázni kell. Erre a 83. percben teljesen feleslegesen összehoznak egy szögletet a Paksnak. És ezért már fizetni kell. A rövidre jön a labda, jó a csúsztatás, és Windecker közvetlen közelről ballal bepiszkálja. A második idő végén megint kell egy kis hangerő, a gólszerző, a 22-es mezben futballozó. Papp Kristóf csúsztatja meg, övé a gólpassz. Windecker pedig a harmadik gólját hozza össze.